Azaz. Jaj, de ügyes. A 3 éves Laura az édesapja által készített gyakorlópályán próbálgatja a lépéseket. Körülbelül 1 éves fejlettségi szinten van, önállóan nem képes a járásra, és beszélni sem tud még. A kislánynál pár hónapos korában diagnosztizáltak agyi bénulást és egy agyvérzést, aminek következményeként szellemileg és fizikálisan is jóval le van maradva a kortársaitól. Az orvosok egyelőre semmi biztatót nem mondanak, de a szülők folyamatosan kutatják azokat a lehetőségeket, ahol olyan terápiát tudnak nyújtani a szakemberek, ami segíthet a kicsi állapotának javulásán. Viszont mindezek a lehetőségek komoly anyagi kiadást jelentenek a család számára, amit sajnos nem tudnak finanszírozni egy fizetésből. A Fizió központban a 90 perces terápiánk az 12 000 forintba kerül, ami intenzív hét, ami egy hét az 59 000 forint. Solymáron a Borsóházba 180 ezer forint egy hét, ami csak maga a terápia. A kajdacsiak már összefogtak a családért, és egy falunap keretein belül majd 100 ezer forinttal járultak hozzá a kislány kezeléseihez, ehhez a mozgalomhoz csatlakoztak a környező települések lakosai is. Ahhoz viszont, hogy a gyógykezelések folyamatosak maradjanak, havonta lenne szükség támogatásra, ebben segít neki Kovács Ildikó, a Bikácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Folyamatosan Bikács településen megkezdtem a gyűjtést, és házról házra mentem, közben füzetcsomagokat osztottam a gyerekeknek, és a szülőket megérintettem, hogy tudnának-e segíteni ebben. És el kell, hogy mondjam, nagyon büszke vagyok Bikács településre, mert ahhoz képest, hogy egy kis település vagyunk, 119.500 forintot tudtam áthozni a családnak. A kis Laura kezelései havonta több 100 000 forintba kerülnek, amit a család bárhogy is spórol, nem tud kigazdálkodni, ezért bármilyen felajánlást szívesen fogadnak.